Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bal voltam, hogy neked udvaroltam. Tábori MSA Eszis diák szívbe markoló dallal köszöntötte az erdélyi árva gyermekek rajzaiból nyílt kiállítás megnyitó résztvevőit Pakson az Energetikai Technikum és Kollégium aulájában. Tisztaságot, erőt és bátorságot sugároznak azok a rajzok, melyeket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiban készítettek a fiatalok. Már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az Esziben november végén jótékonysági gyűjtést rendeznek az erdélyi gyerekek számára, akik hálából rajzolnak az adományozóknak. Milyen az igazi család? Erről szóltak idén az alapítvány nehéz sorsú gyermekeinek az alkotásai. A kiállítást Böjte atya, ferences rendi szerzetes, az alapítvány alapítója nyitotta meg. Egy se jár művészeti iskolába, tehát olyan nagy, hogy mondjam, nem Picasso-k, de szívből kedvesen rajzoltak és küldték nektek hálából. Köszönetként, szeretettel. Szomorú, szívszaggató történeteket mesélt Böjte Csaba arról, hogyan kerülnek hozzájuk a gyerekek. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány több mint 80 gyermekotthont működtet, ahonnan több száz rajzot küldtek a fiatalok. Ebből válogattak a kiállításra az Eszis diákok. Akkor azért imádkoztunk, hogy a pandémia múljon el, aztán most kiderült, hogy tényleg nagyon gyorsan pandémiát felváltott egy másik nagyon szomorú dolog, ugye ez a háború. Hát adj az Isten, hogy tényleg ez is aztán elmenjen. Hát ugye egy kisebbségi sorsból jövünk, és tudjuk, hogy milyen fájdalmas, hogyha az embernek az anyanyelvét, meg más jogait nem tisztelik, és egyfelől tényleg szomorú az, hogy hosszú évek alatt nem tudtak megegyezésre jutni Ukrajnába az orosz kisebbség sorsával kapcsolatosan, úgy tudom, hogy 30% orosz ajkú lakossága van ottan, és hogy tényleg ilyen drasztikus megoldást választottak, mint a háború, hogy a problémák kezelésére. Hát imádkozunk, hogy üljenek vissza tárgyalóasztalhoz, és békében, nyugodtan, hát hogy oldják meg azokat a felmerülő gondokat, bajukat, amik hát minden társadalomban megjelennek, miért ne lehetne az ukrán társadalomban is gond, baj, de ne ez legyen a megoldás a háború, hanem a párbeszéd. A kárpátaljai menekültek megsegítése egy újabb feladat számukra. Hát én se gondoltam volna egy jó héttel ezelőtt, hogy hát Budapest mellett Csobánkán mi befogadunk, egy otthonunk van ottan, és az éjjel befogadtunk 15 gyereket és 7 felnőttet, Kárpátaljáról, Nagyszőlősről menekültek, és hát ma együtt miséztem, imádkoztunk a gyerekekkel, nagyon aranyos, kedves fiatalok, hát ők se gondolták egy héttel ezelőtt, hogy hát itt Magyarországon fogják folytatni az iskolát, beszélgettünk, aranyosak voltak, mert mondták, hogy ott náluk a legjobb jegy a 12-es, 11-es, az már nagyon jó. És hát mondtam, hát itten én örvendek, ha egy 5-öst fogtok hozni legalább, az a gyermeki huncutság ott volt a szemükbe, és azt gondolom, hogy meg is kell tegyünk mindent, hogy a mi szemünkbe is, az ő szemükbe is, mindannyiunk szemébe a remény, a hit, a szeretet lángja ne aludjon ki. Atyád, aki a rejtekben is lát, megtisztel. A kiállítás megnyitó után a Makovec Szentlélek templomban folytatta Paksi körútját Böjte atya, majd a Jézus Szíve templomban személyesen mutatta be hamvazó szerdán este az ünnepi szent misét. Mindannyiunkat ért és érni fog biztos fájdalom, sérelem, akarva akaratlanul egymás szívét talán át is tudjuk döfni. És igazából húsvétnek a nagy üzenete az, hogy átdöfött szívvel is lehet szeretni. Jézus ugye feltámadt, és az ő szívén ott maradt a sebhely, hisz oldalát ugye megmutatta Tamásnak, hogy ott van a sebhely, de ennek ellenére tud élni és szeretni. És azt gondolom, hogy a kereszténységnek pont ez a lényege, hogy
hogy nem egyszer használatos zsebkendők vagyunk, hanem ki tudunk engesztelődni, újra tudunk kezdeni, talpra tudunk állni. És húsvét ezért olyan fontos és drága ünnep számunkra, mert tény az, hogy feltámadás nélkül, újrakezdés nélkül a világunk tényleg a gyűlölet, a harag, a háború poklába el fog süllyedni. Adja az Isten, hogy mi is itt Kárpát-medencébe, de az ukrán-orosz testvéreink ott a nagy orosz alföldön, Ukrajnába tudjanak újrakezdeni, és akár átdöfött szívvel is szeretet útjára rálépni. Mindannyiunk életében voltak nagy csütörtökök és nagy péntekek. Az emberiség életében is van nagy csütörtök és nagy péntek. Pakson az ünnepi szentmisét követően a templom oldalhajójában kiállított erdélyi árva gyerekek alkotásait is megtekinthették az érdeklődők.